Az aradi magyar bölcsöde új épületét tavaly javatták fel, és ettől a tanévtől fogadja az apróságokat. A Csíki Gergely főgimnáziumhoz tartozó létesítményben modern körülmények között és magyar környezetben nevelkedhetnek a gyerekek. Szeptemberben nyitotta meg a kapuit Arad első magyar bölcsődéje, amelynek megvalósítását az aradi református egyházmegye vállalta fel a magyar kormány Kárpát-medencei óvoda fejlesztési programjának keretében. A hiánypótló beruházás megoldást kínál a bölcsődéskorú kisgyermekek szüleinek, akiknek gondot jelentett a gyerekfelügyelet megoldása a munka mellett. Ugyanakkor a bölcsőde megnyitásával várhatóan több olyan magyar gyerek lesz a szórványban, akik anyanyelvi oktatási intézetbe járnak a későbbiekben, ami pedig rendkívül fontos a gyermek szempontjából, mondja ez az aradi anyuka, akinek mindkét gyermeke anyanyelvén tanul. Úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy az anyanyelvükön tanulhassanak, mert ők úgy érzik magukat biztonságban, hogyha saját anyanyelvükön szólalhatnak meg egy közösségbe, ahol sok órát eltöltenek, akár 8-at is egészen délutánig. Az új épület földszintjént két bölcsődei csoportnak biztosítanak kiemelkedő színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget. Jelenleg 14 gyermek jár ide, a legidősebb 2 éves és 1 hónapos, a legfiatalabb pedig alig másfél éves. Egyre többen érdeklődnek a jövő tanévről, hogy iratkozzanak fel, ennyi hely van. Korábban, ha maradt szabad hely, a 3 évnél kisebb apróságokat befogadták a Csíki Gergely Főgimnázium szervezeti egységében működő kincskereső óvodába. Sokszor viszont túljelentkezés volt, így előfordult az is, hogy a magyar gyermeket román bölcsődébe iratták a szülei. Ebben jelent megoldást az új oktatási intézmény, amely ugyanakkor tehermentesíti a város egyetlen önálló magyar óvodáját is, hiszen szeptembertől az új épület emeletére beköltözhet majd egy óvodai csoport is. Helyükön jelenleg itt a Csíki Gergely Főgimnázium diákjai tanulnak, mivel az iskola épületét felújítják.